Anyanyelvünk szépségei. Kedves nézőink, ebben a műsorblokkban annyi mindennel foglalkoztunk már. Ha most igazán körülnéznek, szinte egy kis könyvszalon alakult ki, és ha hiszik, ha nem, ezek mind szótárak. Mai adásunkban, amellett, hogy persze, hogy a magyar nyelvről beszélgetünk szépen magyarul, a szótár történetéről, a magyar szótár történetéről fogunk beszélgetni, és ennek igazi szakértője Kis Gábor nyelvész, aki egyben a Tinta kiadó főszerkesztője, tehát ugyancsak sok tapasztalata van a könyvkiadás terén. Nagyon örülök, hogy el tudott jönni. Megtisztelő, hogy itt lehetek, és beszélhetek a számomra olyan kedves szótárakról, hiszen a Tinta könyvkiadónak ez a fő profilja, magyar nyelvű szótárakat adunk ki, már több mint két évtizede. Azt nem tudom, hogy önök átgondolták-e, hogy foglalkozunk mi azzal, hogy hányféle szótár van, hogy mire is jó a szótár. Igazán iskoláskorunkban használjuk őket, és aztán felnőtt korban megváltozik, hogy milyen szótárakat használunk. Igen, keveset foglalkozunk így, keveset lamentálunk arról, hogy milyen szótárak is vannak. Elsősorban akkor találkozunk szótárakkal, amikor nyelveket tanulunk. Amikor angol nyelvet, vagy német nyelvet, akkor ugye kíváncsiak vagyunk, hogy az egyik nyelv szava miképpen hangzik, miképpen felel meg a másik nyelv szavának. És hát mindnyájan használjuk, mint egy régi felmérés mutatja, majdnem minden családban van helyesírási szótár. Tehát ez az egynyelvű szótáraknak a legnépszerűbb formája a helyesírási szótár, de ugyanúgy nagyon fontos az értelmező szótár, amely megmondja, hogy egy-egy szó mit jelent. Éppen múltkor telefonáltak a kiadóba, és érdeklődtek, hogy meg tudnám-e mondani egy szókapcsolatnak a jelentését. Hát mondom, nézzék meg a szótárban, az értelmező szótárban, azt mondja, még nincsen benne. Jé. És pontosan a bíróságon azután érdeklődtek, hogy a címlap sztori mit is jelent pontosan. Hát aztán szépen megbeszéltük, és akkor gondolom a tárgyalás menete ennek folyamán így ment tovább, ahogy értelmeztük a címlap sztorit. Ez rávilágít arra is, hogy nagyon fontos, hogy időről időre új és új szótárakat kell készíteni, hiszen a nyelvnek a szavai nincsenek kőbe vésve. A szavak jönnek, mennek. Gondoljunk csak arra, hogy a nagymamának egészen más jelent az ekér szó, mint az unokának. Az unoka biztos nem is látott talán még egeret, a nagymama meg csodálkozva nézi a számítógép alkatrészét. Tehát régi szavak kapnak új jelentést, és új köntösbe öltöznek, tehát a szavak jönnek, mennek, és éppen ezért fontos az, hogy új és új szótárakat készítsünk. Azt hiszem, hogy erről érdemes lesz majd beszélni, de kezdjük mindjárt a legelején, hogy vajon egyáltalán mikor nyomtatták az első magyar szótárt, és hogy mi hívta életre? Mi volt az a gondolat, amikor azt mondták, hogy hát készítsünk egy ilyen könyvet? Az első nyomtatott szótár 1536-ban, tehát pontosan a Mohácsi vész után 10 évvel készült el, és egy zseniális ember, Pesti Gábor adta nyomdába ezt a szótárt, és érdekes, hogy ez a szótár 6 nyelven tartalmazta a szavakat. Már akkor 6 nyelven, persze ennek voltak anyagi okai is, mert Pesti Gábor ügyesen szerzett egy olyan szótárt, amiben 5 nyelven benne voltak már a szavak, és ő mellé írta a 6. a magyar nyelvet, és így lett tulajdonképpen ez a 6 nyelvű. Pesti Gábor zsenialitását bizonyítja az, hogy egy csodálatos kiadói programot valósított meg azokban az ord időkben, mert a szótára mellett készített egy bibliafordítást is. Ez az első magyar nyomtatott bibliafordítás, a 4 evangéliumot tartalmazza, és a gyerekeknek, meg hát talán a meséskedvű felnőtteknek készített egy mesegyűjteményt, Ezopusz fabuláit adta közre magyarul. Tehát ő egymaga egy csodálatos szép kiadói programot valósított meg abban a nehéz időkben. És onnantól kezdve aztán jelentek meg a szótárak,
nagyon nevezetes az 1604-ben Szent Molnár Albert által szerkesztett magyar-latin, latin-magyar szótár. És már akkor is azért szüksége volt a szótár kiadóknak szponzorra, és mindnyájunk által ismert II. Rudolf császárnak ajánlotta ezt a művet, akit a ember tragédiájából ismerünk, a prágai színből. Uh-huh. 1604-ben Szenci Molnár Albert maga ment el a királynak, a császárnak bemutatni a szótárt, és meg is kapta 30 aranypénzt, úgyhogy nem hiába dolgozott, és az ő szótára bizony aztán hosszú évszázadokon keresztül alapjául szolgáltak a magyar-latin, latin-magyar szótárnak. Ami érdekelne, hogy ezek a gyönyörű szótárak, amikről beszélgetünk, vajon ma megtekinthetők, vagy kézbefoghatók, vagy készült-e róluk másolat, facsimile kiadás? Az első magyar nyomtatott szótárról, a Pesti Gábor szótáráról 6 példány van összességében, ebből 4 van Magyarországon, 2 külföldön, és a Tinta könyvkiadó kooperálva a Piteász könyvkiadóval kölcsön kértük a kalocsai főszékesegyház könyvtárából a példányt, elkészítettük reprint kiadásban, most már mindenki lapozgathatja. Nagyon érdekes az elrendezése is, mert ma is minden szótár írónak gondot okoz, hogy is rendezze el az ő anyagát, ABC-be vagy valami tematikus rendbe. Pesti Gábor nem ABC-ben sorolta föl a rendben a szavakat, hanem tematikus rendben. Tehát például a szerszámok nevét egymás mellett találjuk, az ételek nevét egymás mellett találjuk, vagy a növények nevét szintén egymás mellett találjuk egy csoportba. Tehát egy csodálatos, szép kultúrkincs Pesti Gábor szótára, körülbelül 4000 szó van benne. Vajon maga a nyomtatás régebben ment nehezebben, vagy ma a sok technikával könnyebb a szótárnyomtatás? Talán a szótár szerkesztés minden világban egy nagyon izgalmas, nagyon precíz, fáradtságos, nagy időt és türelmet igénylő munka volt természetesen. Ma már a szerkesztőnek nagyon sokat segít a számítógép. Hiszen régen cédulákra írták a szótárnak az anyagát, és bizony, ha ABC-be akarták rakni, akkor a cédulákat rakták és sorolták egymás után a szótár szerkesztők, és esetleg a szótár szerkesztőnek a segítői. Ma azért a számítógép ezt a mechanikus munkát elvégzi helyettünk, a szavakat ABC-be rakja. De az emberi elmét semmi nem tudja helyettesíteni. A legokosabb számítógép sem tudja például a költ szónak azokat a szép jelentéseit, hogy a madárka költ, a pénzt költjük, vagy verset költ valaki, szétválasztani. És hiába gondolkodna sokat-sokat a számítógép, nem tudja ezeket így megkülönböztetni. Ide az emberi elme és a szótár szerkesztőnek a rutinja szükséges, hogy így szépen elrendezze egy-egy szónak a jelentését. Vagy, mint említettem, az egér szónál is ma már a szótár szerkesztőnek egy új jelentést, a számítógép alkatrészt fel kell venni. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit polihisztoris egy szótár szerkesztő, hiszen minden témához kell, hogy értsen, minden gyönyörűen kell, hogy ismerje a magyar nyelvet, gazdagon kell, hogy ismerje. Milyen emberek a szótár szerkesztők? Ország László a nagyszerű angol szótárak szerkesztője és a hétkötetes értelmező szótárnak a szerkesztője munkaértekezletet tartott. 1959 és 61 között készült a hétkötetes értelmező szótár a magyar nyelvnek, ami ma is a legjobb szótár, és minden héten tartottak egy megbeszélést. És egyszer 50-en vettek részt a szótárnak a szerkesztésében, több mint 5 éven keresztül, egyszer Ország László azt mondja a megbeszélésen, hogy nő kell. Mindenki csodálkozott, hogy ezt hogy is kell érteni. Értetlenül néztek rá, azt mondja, hát mi férfiak nem értünk a színekhez. Tehát több nő kell a munkacsoportba, tehát
annak ellenére, hogy zseniálisak voltak azok a szótár szerkesztők, lexikográfusok, akik Ország László keze alá dolgozta, Ország László nagyon jól tudta azt, hogyha például a színeket kell értelmezni, akkor azt csak a nők tudják. Tehát a munkacsoportban több hölgyre van szükség, akiknek a vérébe van a színekkel, a divattal való szakszókincsnek az ismerete. Tehát nagyon gondosan kellett kiválasztani a szótár szerkesztőket, az értelmező szótárhoz is. Hát ez nekem nagyon tetszik, különösen az, hogy minket nőket semmiből nem lehet kihagyni. Hát de... hogyha például most az ön blúzát kellene megneveznem az ön blúzának a színét, hát én bajba lennék. Tehát egy pink rózsaszín, vagy egy fokföldi. Fokföldi, ezek mind benne vannak a szótárban, ugye? Tehát, hogy fontos érzékelni a színekben a különbséget. Sok mindenről beszéltünk már, de azért mondjuk meg, hogy milyen típusai vannak a szótárnak. Már félig említettük is, hogy van egynyelvű. És vannak a többnyelvű szótárak. A nyelvtanuló a többnyelvű szótárral találkozik, a kétnyelvű szótára. Aztán persze határa csillagos ég, mert van háromnyelvű, mint mondtuk, Pesti Gábor szótára hatnyelvű, de nekem van a birtokomban egy kis Moszkvában kiadott szótár, ami 26 nyelvű. Hát persze abban nehéz keresni, különböző mutatókkal van ellátva, de ugye tipikus a kétnyelvű szótár. És mi a Tinta könyvkiadóban az egynyelvű szótára kiadására tettük föl az életünket. Az a célunk, hogy ezt a gazdag magyar szókincset sok-sok oldalról leltározzuk. Mert beszéltünk arról, hogy a szavaknak meg kell adni az értelmét értelmező szótárban. Igen ám, de nagyon hasznosak a szinoníma szótárak, a rokonértelmű szavak szótára, hogy ebből a gazdag szókincsből a szótár segítségével mindenki választékosan, szépen, gazdagon, a legprecízebben, a legtalálóban tudja magát kifejezni. Éppen ezért a Magyar Szókincstár, amikor 19 évvel ezelőtt megjelent a Tinta könyvkiadó gondozásában, robbant a könyvpiacon, a magyar könyvpiacon. Azt mondja, hogy a csapból is mondjuk annak a híre folyt, hogy megjelented a szótár, és ez olyan teritalálat volt, hogy ez az egyetlen egy szótár, amely 3 hónapon keresztül vezette a magyarországi könyv eladási sikerlistát. Ki gondolná, hogy egy, szótár ilyen karriert fut be? Igen, és ma is népszerű. Visszatérve a szótár típusokra, tehát értelmező szótár, szinoníma szótár, az idegen szavaknak ugye nagy szótár irodalma van, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy az az idegen szó, amivel találkozik, az mit jelent pontosan. Nagyon népszerűek a szavak eredetét bemutató szótárak, mert mindenki kíváncsi arra, hogy na vajon az iglu szó az milyen? Na hát akkor az természetesen ugye eszkimó eredetű, de tudjuk, hogy a skanzen szó az például svéd eredetű, és hát nagyon sok szó, amely ma már beépült a magyar nyelvbe, az a latin-görög műveltségből ered. És hát a mai korban pedig látjuk azt, hogy szinte elözönlenek bennünket az angol szavak. Igen. Ha arra gondolunk, hogy a kis mobiltelefonnak az eszközei, azok majdnem mindig angol szóval vannak megjelölve, akkor bizony látjuk, hogy az idegen szavak és az informatikai szótárak is milyen fontosak. És nagyon fontos, hogy ezek a idegen szavak meg legyenek magyarázva. Ha már nem magyarítjuk, legalább magyarázzuk. Ugye ez akkor volna szerencsés, ha ott a határon, mikor egy ilyen készüléket behoznak, rögtön egy nyelvvédő ott állna, és ráragasztana egy címkét, hogy ezt hívjuk így. Akkor talán meg lehetne oldani ezt a feladatot. Ezek az új szavak, vannak az új szavaknak is szótárai, amik aztán ugye beépülnek a köznyelvbe. De ez aranyos, mert ha most én azt mondom önöknek, hogy odaállítottuk a láptót a hiúhoz, nem biztos, hogy értik, hogy miről beszélek. Mert vannak az új szavak, és vannak a nagyon régi szavak. Valahogy úgy kell elképzelni, mintha ez az asztal telenen építő kockákkal. Az egyik oldalon toljuk föl az építő kockákat, és sajnos a másik oldalon potyognak le az építő kockák. Ugye a 19. század, 20. század közepéig meglévő
paraszti gazdaság, paraszti kultúrának a szakszókincse teljesen hiányzik a mai fiataloknak a szókincséből. 6 éves lányom nem ismerte a szénaszót. A nyáron egy egyetemista leány volt gyakornokon a Tinta könyvkiadóban, beszélgettünk, feladatokat végzett el, kiderült, hogy a kapcaszót nem ismeri. Tehát nem azt mondom, hogy sokkal kevesebb szót ismernek a mai fiatalok, mint az idősek, hanem más szót, más szavakat ismernek, de megvan a veszély annak, hogy beszűkül a szókincsük a mai fiataloknak. Ezen kívül még komoly veszélyét látom annak, hogyha a fiatalok egész más nyelvet beszélnek, más szavakat fognak használni, mint az idősebbek, a nagymamák, akkor bizony egy kommunikációs szakadék keletkezik az idősek és a fiatalok között, és akkor nem fognak szót érteni. Ezért mondom én, hogy az az álmom, hogy esténként leül a nagymama és az unoka, az unoka előveszi a szleng szótárt, és megmagyarázza a nagyikának, hogy mit jelentenek a ma használatot és divatos szleng szavak. A nagymama meg előveszi a régi szavak szótárát, és elmondja, hogy bizony-bizony mondjuk a paraszti kultúrának az eszközei, tárgyai, használati berendezései, azok mit jelentenek, és így a legjobb esti mesét mondják el egymásnak. Pontosan, amikor több generáció lakott együtt, természetes módon ismerték meg egymás szavait, hiszen együtt éltek. Ma meg bizony sok... Elszakadnak egymástól a fiatalok és az idősebbek, és nem beszélve arról, hogy bizony, azért korunk egy nagyon gyorsan változó kor. Tehát azért a számítógépek, az okostelefonok a mi korunkban jelentek meg. Amikor én programozó matematikusként tanultam az egyetemen, és a diplomámat szereztem, akkor bizony a számítógép még akkora volt, mint ez a terem. Ma pedig majdnem azt mondhatjuk, hogy mindenki a tenyerében hordhatja a számítógépeket. Tehát micsoda változás történt az alatt? És hányfajta, nekem, mint programozó matematikusnak, hányfajta számítógép rendszert kellett megtanulnom, és itt van egy félelmem, hogy igazából ennek a gyors fejlődésnek már az ember a gátja. Mert én már nem akarok újabb számítógéprendszert megtanulni, de hát mégis rá vagyok kényszerítve. Karácsonyra kaptam egy okostelefont, elkezdtem használni, és bizony hát élvezem én is az előnyeit az okostelefonnak. Hogyne, főleg a gyorsaságot. Hát régen 2 hét alatt ért el egy levél valahova, ma már kaparjuk magunkat, hogy jaj Istenem, hát 10 perce küldtem el, és még nem jött rá válasz. Ezzel az üzenet közvetítésről eszembe jut egy érdekes dolog, hogy a fiatalok nem ismerik azt a szót, hogy távirat. Most egy 20 éves leánynak kellett elmagyaráznom, hogy mi is az, hogy távirat. Fogalma se volt róla. Az más kérdés, hogy hát ma már nem lehet feladni azt a Magyar Postán sem táviratot, mert a távirat is egy korjelző szó. Egy korfestő szó, hogyha minden kornak természetesen megvannak a korfestő szavai, mert ha azt mondom, hogy kaftán, minaret, turbán, akkor rögtön a török időkre idézzük, de hogyha azt mondom, hogy padláslesöprés, békekölcsön, tantusz, orkánkabát, mici sapka, akkor Istenem. Meg az 50-es éveknek a korja kerül rögtön a szemem elé. Ki is adtunk egy ilyen szótárt, hogy retro szótár, minden szótárunk közül az egyik legsikeresebb, és akkor, mikor árusítottuk a könyveket az egyik könyvhéten, oda jött egy anyuka az érettségiző leányával. És akkor nézik, retro szótár, kicsit idézte is a régi olcsó könyvtárnak, sorozatnak a kinézetét, a könyv rá volt egy kerek karikába nyomtatva, hogy 3 forint, azt mondja, ez 3 forint? Nem, az igazi ára az hátul van. És kérdezi az édesanyja, hogy és milyen szótár ez? Gondolom, most hogy magyarázzál meg, hogy 50-es, 60-as éveknek a szavait tartalmazza. Mondom, kedves asszonyom, ebben olyan szavak vannak, amit ön ismer, és a lánya nem. Azt mondja, az nem lehet. Hát mondom, tegyünk egy próbát. És tetszésszerűen, véletlenszerűen felütöttük a szótárt, 10 szót felismertem, az édesanyja 8-at ismert, a leány 2-t.
Tehát pont bebizonyosodott az, hogy a szavak korfestőek, mert azt mondjuk valakinek, hogy szabad szombat. Nem beszélve a tárgyakról, amik eltűntek. A mai fiatalok csak nevetnek, mikor egy régi típusú fecske fürdőnadrágot meglátnak, ami ugye cigaretta is volt. Vagy hát a szavak milyen érdekes életet élnek, mert megőrződnek a szavak jelentései szólásokban, közmondásokban. Azt mondjuk, hogy nincs egy fillérem sem. Hát persze, hogy nincs. Akik itt vagyunk, egyikünknek sincs fillérje, mert a fillér már 20 évvel ezelőtt megszűnt, de mégis azért mi, akik abban a korban nőttük fel... Ez valahogy átmentődött. Átment, hogy nincs egy fillérem sem. Vagy azt mondjuk, hogy leesett a tantusz neki. Milyen tantusz, ugye? Tehát egy éles kattanás jelezte a tantusszal való telefonálásnál a sikerességet. Nagyon érdekes, hogy teljesen normálisan használjuk, hogy na ennek is kitették a szűrét, de ha megkérdeznénk, hogy vajon miért mondták ezt, biztos, hogy már nem tudják az eredetét. Nem tudják az eredetét. Szerencsére az elmúlt évben jelentettük meg Bárdosi Vilmos tanár úrnak a Szólások, közmondások eredete című szótárát, amiben ezek mind benne vannak. Tudni kell, hogy a legnagyobb magyar szóláskutató Únagy Gábor, aki a közismert és népszerű Szólások, közmondások szótárát jelentette meg a 70-es évek leges legelején, ő tervezte egy ilyen szótárnak az elkészítését, azonban talán egy kicsit éppen ezen a szótáron gondolkodott, amikor egy száguldó autó elütötte őt, és ő így halt meg viszonylag fiatalon, nem tudta befejezni ezt a Szólások, közmondások eredetét bemutató nagy monumentális művét, és előről kezdve a munkálatot Bárdosi Vilmos professzor úr fejezte be, amiben ez szintén benne van, hogy kitették a szűrét. Mit jelent? Áruljuk már el a nézőknek, mert most azt mondják, hogy csak ezt nem mondjuk el, hogy miért. Hát ugye ez, amikor mondjuk elment a legény a lányos házhoz, és izgult mindvégig, ami benn volt a szobában, hogy vajon a szűrét hol találja, és bizony szomorúan vette észre, hogy amikor távozott, akkor szűre már nem a előszobában vagy az előtérben volt, hanem kitették a szűrét, ami azt jelentette, hogy nem kívánatos vőlegény. Jöhetsz, de a lányunkat ne kívánjad. Vagy egy másik közmondás, hogy ordít, mint a fába szorult féreg. Mint nagyon jól tudjuk, hogy ez mit jelent, ugye hát ordít a gyerek, amikor nagyon szeretne valamit. De ez ugye azt jelenti, hogy a féreg az a régi magyar nyelvben a farkasnak volt a jelentése, a fa az meg a csapdának. Tehát ezt mondjuk úgy mondhatnánk, hogy ordít, mint a farkas, amelyik csapdába esett. Ugye? Tehát aztán így a gyermekről jut eszembe, hogy a nyelv az a manipulációnak is az eszköze. Emlékszünk mindnyájan talán az IÉS számra, hogy a nyelv veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. 73-74-ben jelent meg ez a nagy sláger. Én csodálkozom is, hogy az akkori vezetésnek nem akadt ez a rostáján fent. És a nyelv a manipuláció eszköze. És ezzel már milyen kiskorúban gyerekek is élnek. Mert este a gyerek nem azt mondja, hogy édesapám, nem szeretnék lefeküdni, hagyj maradjék fönn, hanem azt mondja, éhes vagyok. Ugye? Valami kis ételt le tud még nyomni magán. Ugye, amikor már még egyszer betuszkolja az ember az ágyba, akkor kis időn azt mondja, szomjas vagyok. És a gyakorlott szülők tudja, hogy harmadik pedig azt, hogy pisilnem kell. Tehát ugye, a gyerek már hogy játszik ezzel a nyelvvel, ami különben csoda, hogy egy gyerek másfél-két éves korára ezt az eszközt, ami valahol bennünk van, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy isteni ajándék a nyelv, azt használja. Tehát amikor nekem először azt mondta a unokám kint játszott az udvaron, és azt mondja, hogy bemehetek? Hát mondom, mennyi mindent tett ez egymás mellé, amikor ezt az egyetlen egy szót mondta. Csodálatos, hogy a két és fél éves gyerek így tudja már használni a nyelvet. Szokták tréfásan kérdezni, hogy nehéz a magyar nyelv.
Dehogy nehéz. Hát a 2 éves gyerekek folyékonyan beszélnek. Na, akkor egy picit nézzünk körül az asztalon, már nagyon kevés időnk van. Van ott egy gyönyörű sárga-piros könyv. Be is sorolhatnánk, hiszen említettük, hogy vannak a régi szavakat bemutató szótárak. Vannak a régi szavakat bemutató szótárak, és ez is ebbe a sorba tartozik, a leltárba. Ebbe a szótárba azokat a szavakat tettük, amelyeket a nagymamák még ismernek talán, de az unokák nem. Mindig, amikor készítünk egy szótárt, akkor mondom a kis csapatomnak, szótárszerkesztő csoportomnak, hogy gondoljunk, képzeljünk magunk elé egy érettségizőt. És gondoljunk bele, hogy neki milyen szavak okoznának gondot. És akkor tulajdonképpen összegyűjtöttük ezeket a szavakat, és közretettük, tehát a kihalt szavak. Hát gondolom, hogy ennek a sorozatnak másik tagja, ami zöld bordóban játszik, és szintén különleges módon szedi össze a szavakat. Azért is érdekes ez a szótár, mert ez két szótárnak az ötvözete. Az egyik az, hogy idegen szavak szótára, Tóthfalusi István szerkesztette ezt a nagyszerű munkát. Tudjuk, hogy az 50-es évektől szinte napjainkig nagyon nagy presztízse van, nagyon szeretik az akadémiai kiadó Bakos Ferenc által szerkesztett idegen szavak szótárát. De ez túl lép ezen, mert nem csak megmagyarázza, hanem részletesen el is mondja, hogy egy-egy szó melyik nyelvből, milyen lépésekkel, milyen jelentésváltozásokon keresztül jutott a magyar nyelvbe, ezért nagyon szeretik a vásárlók, az olvasók, a szótár lapozgatók ezt a szótárt is. Mert mivel is tudnánk befejezni a beszélgetést? Kosztolányi a rendkívül nagy nyelvzseni, akinek szívügye volt a magyar nyelvügye, egyszer papírra vetette a szótárakkal kapcsolatos gondolatát, és azt mondta, hogy szótárt lapozgatók. Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, érdekesebb valami? Hiszen benne van a fák, az ásványok, a növények neve, és így fejezi be, benne van az életem, benne van a halálom. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm Kis Gábornak, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy többször találkozunk még, hiszen a magyar nyelvről annyi mindent tudnánk beszélgetni, és talán még ezekkel a könyvekkel is találkozunk, amikor már egy-egy témához kapcsolódóan kiemelünk egy-egy könyvet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Örültem, hogy itt lettem. Köszönöm szépen.